Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 8. része. Műsorunkban vezetékes és vezeték nélküli termékeket tesztelünk és mutatunk be nektek hétről hétre. Ebben az epizódban az előző héten bemutatott Mikrotik Routerboard 1100 AHX4 teljesítményét fogjuk megmérni és megmutatni nektek. Úgy határoztunk, hogy a teszteléshez iPerfet fogunk használni, mivel ez egy gyártófüggetlen, sokak által ismert és elfogadott eljárás. Minden mérést TCP módban 10 párhuzamos szállal futtatunk 20 másodpercig. Az epizódban szereplő routerekre az éppen aktuális 6.39.2-es verziószámú router OS lett telepítve. Első körben megmértük a tesztszerver és a teszt notebook közti sávszélességet közvetlen vezetékes kapcsolaton. Itt 945 megabit per szekundumot kaptunk eredményként, ezt tekinthetjük referenciának. Ezek után több üzemmódban teszteltük az 1100 AHX4-et, nézzük ezeket sorjában. Első mérésnél egyszerű bridge üzemmódot használtunk, az eredmény 945 megabit per szekundum lett 2%-os processzor terheltség mellett. Úgy gondoltuk, hogy nehezítünk a pályán, és felvettünk 100 darab bridge filter szabályt az eszközbe. Ennek ellenére ugyanúgy 945 per szekundumot mértünk, azonban a processzor terhelés felugrott kőkemény 5%-ra. Harmadik mérésnél már technológiát váltottunk, és az eszköz Layer 3-as képességére voltunk kíváncsiak. Natolt hálózatot konfiguráltunk, és ezen ismételtük meg a mérésünket. Az eredmény újra 945 megabit per szekundum lett 15%-os processzor terhelés mellett. Következő felállásban tovább fokoztuk ezt, és 100 darab tűzfal szabályt iktattunk be. Érdekes módon a CPU terheltség az előző 15%-ról 5%-ra esett vissza azonos átvitel mellett. Úgy gondoltuk, hogy ideje lenne komolyabban leizasztani a routert, és egy IPsec titkosítású VPN tunnelt konfiguráltunk be rajta, mivel ez egy elég népszerű alkalmazás, és sokan kis teljesítményű routerboardoktól várnak el nagy sebességeket. Éppen ezért először két kis irodai routeren is elvégeztük ezt a mérést az összehasonlítás miatt. Két 2011-es között 28 megabit per szekundumnál értük el a processzor 100%-os terheltségét. Ezek után visszatértünk az 1100-as boardhoz, amivel szembe egy CCR1009-es eszközt tettünk, és közöttük építettük fel az IPsec kapcsolatot. Lefuttattuk a mérést, és 514 megabit per szekundum lett az eredmény, csupán 12%-os processzor terhelés mellett, köszönhetően a mindkét eszközben megtalálható hardveres gyorsításnak. A tesztek alapján kijelenthető, hogy rögtönzött tesztkörnyezetünk nem volt elég ahhoz, hogy megizzassza a routert, amit bármilyen felhasználási területre szívesen ajánlunk. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel csatornánkra a hétről hétre érkező tartalomért. Sziasztok!